Igazából ez nagyon érdekes, mert rengeteg önarcképet készítek, és akárhányszor önarcképet készítek, én azt nem úgy érzem, hogy magamat festem le, és nem magamat látom viszont a munkáimba, és teljesen mindahogy a kiállításnak a témája is ugye az, hogy a öntárgyasítás, így képes vagyok arra, hogy tárgyasítsam a magamat, a testemet, és eltávolodjak magamtól ilyen módon. Szerintem nem attól personális egy műtárgy, hogy szerepel-e benne a művész, vagy nem szerepel. Ettől függetlenül a videóim azok azért lehetnek personálisak, mert majdhogy nem a legtöbb videóban szerepelek, vagy egy státuszt foglalok el, de ez azért van, mert mivel minden videó egy gyerekjátékon vagy improvizációs játékon alapszik, ezért kell egy olyan személy, aki kvázi pontot tud tenni a történetre, és ez a személy vagyok én, tehát látom azt, hogy mikor kell, hogy véget érjen a történet, tehát ez olyan, mint egy színpadi jelenet, amikor tudni kell kilépni a történetből, illetve tudni kell véget vetni a történetnek.